Készült el. Az egyik, én úgy tudom, hogy nektek két hét múlva úrvacsora lesz. Ilyenkor ebben az elkövetkező két hétben sok mindenre van lehetőség, az, hogy rendezzük a belső lelki világunkat az Istennel. Másrészt arra is van lehetőség, hogy az embertársainkkal is, a körülöttünk lévő emberekkel, akár hittestvérekkel is tudjuk rendezni a kapcsolatainkat. A másik indok meg, hogy sokszor néhány szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy az ember egy kicsit átértékelje a körülötte lévő dolgokat. Néha szükséges egy új megvilágítás, vagy a másiknak a szemszögéből megvizsgálni egy bizonyos eseményt vagy történetet, hogy megértsük az ő lelki világát is. És ez azért is nagyon eredményes tud lenni, mert akkor tényleg sokkal mélyebb, belsőségesebb emberi kapcsolatok tudnak kialakulni. Tehát ez a két ok, amiért ezt a történetet a mai napra választottam, amit meg fogunk most vizsgálni, és az előzményekhez nyissátok meg a Bibliátokat a Lukács evangélium a 22. fejezeténél. Tehát egy picit beszéljünk a magának a történetnek az előzményéről, amit majd meg fogunk vizsgálni. A Lukács evangélium a 22. fejezetéből egybefüggően fogom felolvasni a 7. verstől egészen a 13. versig. Egy picit megnézzük, hogy ezt a történetet hogyan tudjuk rekonstruálni, picit beilleszkedni gondolatban. Tehát a 7. verstől olvasom az igéket. Eljött pedig a kovásztalan kenyerek napja, melyen meg kell öletni a húsvéti báránynak. És elküldé Pétert és Jánost mondván, elmenvén készítsétek el nékünk a húsvéti bárányt, hogy megegyük. Ők pedig mondták neki, hol akarod, hogy elkészítsük? És ő mondta neki, ímé, mikor bementek a városba, szembe jön veletek egy ember, ki egy korsó vizet visz, kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy, és mondjátok a házgazdájának, ezt mondja neked a mester, hol van az a szállás, ahol megeszem az én tanítványaimmal a húsvéti bárányt? És ő mutat nektek egy nagy vacsoráló helyet, berendezve, ott készítsétek el. Elmenvén pedig úgy találták, amint mondta nekik, és elkészítették a húsvéti bárányt. Az első kérdés, amit szeretnék feltenni, hogy megnézzük a történetnek a hátterét, hogy hol és mikor hangzottak el ezek a szavak és a gondolatok, vagy hol játszódnak ezek az események. Talán mindannyian felfigyeltünk rá, hogy az Jézusnak a életének, a szolgálatának, a földi szolgálatának a legvégén játszódik el, mikor készül ugye a kereszt áldozatára, és bemennek Jeruzsálembe. Pontosabban a kovásztalan kenyerek napja volt, tehát ez egy nagyobb ünnepkörnek a része volt, ez a kovásztalan kenyerek ünnepe. És ilyenkor az volt a szokás, hogy ugye egy családnál megszállnak és összeülnek ezek az emberek, és Jézus is
Most erre bátorított ezt a, vagy kérte a két tanítványát, Pétert és János, hogy menjenek előre, hogy még mire odaérnek ők a tanítványokkal és az emberekkel, akikkel volt Jézus, addigra legyen előkészítve minden ehhez, ami szükséges ez, a, ez az ünnephez. Ez a kovásztalan kenyerek ünnep, ez a bűntől való megtisztulást is szimbolizálta többek között, és hát láthatjuk, hogy ugye megcselekedte ez a két tanítvány, tehát bementek a városba, találkoztak egy emberrel, aki ezt a vizet és ezt a korsót hordta, és akkor útba igazított őket, hogy hol is ez a berendezett terem. Tehát ez a történetnek a háttere, és majd később látni fogjuk, hogy itt azért több probléma is, ilyen rejtett probléma előjön majd a nagy vacsora közben. Talán még annyi kiegészítést az előzményekhez, hogy Máté evangéliuma hozzáteszi a 26. fejezetben, hogy mikor pedig beesteledett, letelepszik a 12-ben. És csak azért szeretném ezt a mozzanatot kiemelni, mert azt mondja Máté evangéliuma nagyon pontos a megfogalmazás, hogy letelepszik a 12-ben. Tehát megtalálták a helyszínt, a két tanítvány, be van rendezve, ugye ott vannak a tanítványok, körbeülnek és letelepednek. Régen úgy néztek ki ezek az alkalmak az izraelitáknál, a zsidóknál, hogy nem asztal volt, hanem le volt terítve egy pléd, vagy nem is tudom mi, és akkor így ilyen félig ülő helyzetben oda letelepedtek az emberek, és akkor úgy fogyasztották el az ételt, ilyen félig ülő testhelyzetben kell ezt elképzelni. És akkor most lapozzunk is a mai igehirdetésünknek a fő gondolatmenetéhez, az a János evangéliumának a 13. fejezete. Tehát itt az előzményeket, talán ennyit az előzményekről, hogy Jézus életében ebben a szakaszban járunk. Tehát a jeruzsálemi bevonulása, a nagy vacsora, az utolsó vacsorának a környezetében történnek meg ezek az események, amikről most szó lesz. És itt is akkor szeretném akkor az első 10 verset felolvasni, és utána vizsgáljuk meg, hogy milyen két nézőpontból érthetjük meg ezt a történetet. Majd megvizsgáljuk először Jézusnak a szemszögéből, próbáljátok ilyen szemmel is figyelni ezt a történetet, és majd nézzük meg a tanítványok szemszögéből is, hogy hogyan történt ez az esemény. Tehát a fő gondolatokat az első 10 versből szeretném most felolvasni. A húsvét ünnep előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az órája, hogy átmenjen e világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket. És vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskáriótes Júdásnak, Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt, tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, leveté felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköté magát. Azután vizet tölt a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amelyek körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és mondta neki, Uram, te mosod meg az én lábaimat? Felállt Jézus, és mondta neki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta neki Péter, az én lábamat nem mosod meg soha. Felállt neki Jézus, ha meg nem mostak téged, semmi közös sincs én hozzám. Mondta neki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezemet és fejemet is. Mondta Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindjárt. Nézzük meg először ezt az egész történetet Jézusnak a szemszögéből. Tehát ott vagyunk a nagy vacsoránál, leült Jézus a 12 tanítványával. Annyit érdemes tudni, hogy amikor Jézus leült így a tanítványokkal különböző ünnepnapokon, vagy úgy általánosságban is, akkor egy ilyen örömteli hangulatban teltek el ezek az ünnepek. Nagyon mély lelki beszélgetések, Jézus különböző tanításai hangzottak el, bátorítások, olykor fedések, tehát tényleg ez egy jó hangulatú események voltak ezek az ünnepek, amikor Jézus így a tanítványaival, illetve különböző emberekkel így leült vacsorázni vagy enni. És
És tényleg, de itt most valami másról is szó van, majd látni fogjátok. Egy idézetet szeretnék felolvasni a Jézus Élete című könyvből, ami egy picit még jobban így kiélesíti ezt a helyzetet. De azt olvashatjuk, hogy tanítványaival való beszélgetéseit Jézus rendszerint a csendes öröm fűszerével ízesítette meg, amit azok mind magasra értékeltek. A húsvéti vacsorák különlegesen érdekes és vonzó jelenetekké lettek. Ez alkalomban azonban Jézus szomorú volt. Szíve megterhelődött és egy árnyék borult arcára. Mikor összetalálkozott tanítványaival a ház felső helységében, azok azonnal észrevették, hogy valami súlyosan ránehezedik gondolataira. Ám bár nem tudták ennek az okát, de mégis együtt éreztek vele bánatában és fájdalmában. Tehát ez a húsvéti vacsora egy picit más hangvételben, más érzésekkel telt, mint az eddig megszokottak. Mit érzett Jézus? Melyik stádiumban volt Jézus? Tehát Jézus ott volt az utolsó vacsorán, az a Getsemánénak mondhatjuk már az előszobája, mert az utolsó vacsora után olvashatjuk, hogy Jézus kiment a tanítványokkal, énekeket énekelve az olajfák hegyére. Tehát már nagyon közel volt ez a két esemény egymáshoz, és ahogy olvashatjuk az evangéliumokban, Jézus ott elkezdett rettegni és gyötrődni. Ugye Márk evangéliumában olvassuk, hogy elkezdett rettegni és gyötrődni, és mondta nekik, hogy szomorú az én lelkem halálig, mint halálig. És Lukács evangélium a 22. fejezete szintén hozzáteszi azt a mozzanatot, hogy halálos gyötrődésében még buzgóbban imádkozott, verejtéke, mint meg annyi vért sem hullott a földre. Tehát ez az utolsó vacsoránál már ezek az érzések, hogy ő a világ megváltója, és hogy ő az emberekért meghozza ezt az áldozatot, hogy mi éljünk, ez már itt elkezdett a gondolataiban igen erősen mozogni. Még az idézetet szeretném befejezni. Jézus most már a kereszt árnyékában volt. Tehát, hogyha megnézzük a sorrendet, akkor ott volt az utolsó vacsora, ott Jézusnak erősen ott voltak a gondolataiban ezek az érzések. Utána ott volt a Getsemánéket, amikor kezdett rettegni és gyötrődni, és mint vércseppek hullottak a földre az ő verejtéke, aztán már a kereszt. Tehát ezek igen szorosan összekapcsolódó események. Tehát Jézus most már a kereszt árnyékában volt, és szívét fájdalom gyötörte. Tudta, hogy elárulásának órájában elhagyatott lesz. Tudta, hogy a legmegalázóbb eljárással, amelynek csak a bűnösöket szokták alávetni, adják majd őt halálra. Ismerte azok hálátlanságát és kegyetlenségét, akiket megmenteni jött. Tudta, hogy milyen nagy az az áldozat, amelyet meg kell hozni, és hogy milyen sok ember számára hiába hozza meg áldozatát. Most ennek hátterén szeretnélek titeket megkérdezni, hogy egy ilyen állapotban lévő ember, ilyen állapotban nem volt senki más Jézuson kívül, de azért valamennyire körvonalazódik, hogy milyen az, amikor valaki szenved, retteg és gyötrődik, talán ezek az érzések megvannak az emberben, a szenvedésnek az érzése, hogy ilyenkor az ember mire vágyik igazán legbelül? Mire vágyhatott Jézus? Ott volt az utolsó vacsorán a tanítványaival. Hát bármilyen józan gondolkodású ember, vagy logikusan gondolkodó ember eljut arra, hogy Jézus igazából szeretetre vágyott, nem? A tanítványaitól. Egy kis együttérzésre. Ezek teljesen normális gondolatok, nem? Hogy az ember egy kis törődést kapjon a embertársaitól, a barátaitól, a tanítványaitól, akik ott körülötte, mellette vannak. Ezért is írja ezt a János Evangélium 16. fejezet első vers, hogy a húsvét ünnep előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája. Tehát már ő tudta, ezeket mind tudta és érezte ezt a lelki szenvedést, hogy ő maga az a páska bárány. Tehát ez az előkép majd hamarosan meg fog valósulni az ő életében. Ezekben a gondolatokban volt, hogy majd most őt kell feláldozni, hogy a keresztnek a szenvedéseit hamarosan átéli, és nem csak ezek a lelki szenvedések, amik most megvannak, hanem majd jönnek a fizikai bántalmazások és azok a szenvedések, amiket ki kell állnia. Tehát Jézusban ilyen érzések kavarogtak. És akkor képzeljük el újra a jelenetet, hogy ott vannak a tanítványok az utolsó vacsorán, ott van Jézus, és ez mind kiül az ember arcára, mert akármilyen
komolyan akar az ember úgymond pókerfészt vágni, nem tud. Tehát az ember arcára kiülnek az érzések, nem? Az Jézus arcára is kiült, ez teljesen normális emberi reakció, amit észrevehetünk, és talán még egy hajszálnyi együttérzés azért támadt a tanítványokban. Megláthatták Jézusnak ezt a lelki gyötrődését, ahogy kiül az arcára, de milyen állapotban voltak a tanítványok? Hogyan, most nézzük meg azt egy picit, hogy a tanítványok szemszögéből ez a történet hogyan játszódott le. Azért néztük meg az előzményeket, mert ez sok mindenre választ ad, tehát Jézus elküldi a tanítványait, Jánost és Pétert, hogy ezt a házat ugye kézbe vegyék, és előkészítsék az utolsó vacsorán. Tehát, és ez nem egy családi ház volt, ami azért volt probléma, mert a családi háznál voltak jobb esetben bizonyos szolgák, akik elláttak bizonyos feladatokat. És ez a ház, ahova most mentek, mai szóval használva, ez egy bérleményház volt, tehát egy használatba vételi ház, amit lehet használni. Egy rendezvényteren mondhatjuk így is, ahol elmentek az utolsó vacsorát elfogyasztani. Már csak azért is okoz nehézséget a történetben, mert tudjuk, hogy ott az utak nagyon porosak voltak, és sokszor általában mindig szandálba jártak az emberek, és ott volt egy olyan jogszokás, amikor valaki ez vendégségbe megy egy ember, akkor általában volt egy szolga, még az izraeliták is szolgákat fogadtak arra, hogy állásnak bizonyos feladatokat, vagy hogyha nem tehették meg, akkor a háznak a legfiatalabb, vagy a arra méltóbb tagja végezte azt a feladatot. De a lényeg az, hogy az volt a jogszokás, hogy amikor bemegy valaki egy házba, akkor jött egy szolga jobb esetben, és megmosta az ő lábát, hogy tisztán üljön az asztalhoz, vagy a beszélgetéshez. De most itt azt láthatjuk, hogy ez egyikük házában sincs ez az esemény, egy bérleti teremben vannak, amit ők megkaptak erre a célra, és itt nincs szolga. Ami ugye nagy megütközést okoz a tanítványoknak, mert ők teljesen máshogy gondolkodtak még, mint Jézus. Tehát ez a feladat amúgy eléggé megalázónak tekintették, lenézett munka volt. Tehát egy ilyen munkát azért, hát most ha nézzük meg a rangsort, tehát hogy csak a tanítványok fejében, hogyha megpróbálunk gondolkodni, azért ott a mester, nem? Azért ő a mester. És akkor vagyunk mi a tanítványok, nem? És akkor hol a szolga? Vagy most mi lesz itt? Vagy nem tudom, érzitek a történetben ezt a feszültséget, vagy ezt a drámaiságot, ahogy kirajzolódik. Hogy akkor megvan a rangsor, tehát mester megvan, tanítványok mi megvagyunk, de nincs szolga. Hát jó, most akkor mit lehet tenni? Ha nincs szolga, akkor üljünk le, aztán kezdjük el a vacsorát. Nem most, hát eltekintünk e felett a feladat mellett. Tehát tényleg, ahogy a tanítványok lelkében ez a közömbösség, hogy látták Jézusnak az arcán, de mégis azon gondolkodtak, hogy most mi lesz, olyan kicsit olyan kellemetlen mocorgás is lehetett a levegőben, hogy most akkor, hát most koszos lábbal, ilyen féloldalasan ülök, tehát a lábam ott van a másiknak a fejénél, értitek? Tehát ilyen féloldalasan megtámasztva. Hát nem egy hivogató, nem egy vacsorára hivogató látvány lehetett ez az egész, de hát nincs szolga, akkor ez én biztos, hogy nem fogom ezt megtenni, nem? Tehát, hogy azért itt a sértett hiúság is ott volt a tanítványok lelkében, hogy most akkor most megérkeztünk, de akkor most értitek, tehát, hogy ez így nem működik. Igazából tényleg, hogyha így belegondoltok ebbe a történetbe, mi azt mondanánk logikusan, hogy ha mi ott lettünk volna, akkor hát ez ilyen biztos nem történhet meg. De sokszor igazából én arra eszméletem fel, hogy ezek a dolgok benne vannak az emberben, csak most a 21. században másként hangoznak ezek a kérdések, ezek a gondolatok. Vagy mondjak egy példát, miért pont én? Miért pont én bocsássak meg először a testvéremnek? Vagy annak, aki engem az utcán megbántott? Nem tudom, hogy ismerősek ezek a kérdések, azért hát sajnos én már tegnap is így jártam, elmentem autószerelőhöz, már lebeszéltem vele is, személyesen beírta az egy naptárába, asszisztensével is beszéltem más miatt, hogy minden flottul menjen. Bemegyek, azt akkor kiderül, hogy ma nem is, nincs is, ma nem is lesz benne. Hú, hát ott azért ott nekem ott elszabadultak a indulatok, nyilván nem adtam ki annyira, inkább belül forrongtam, de azért nem jó, hogyha az emberben ezek így benne maradnak. És azért hoztam fel példának, hogy
ezek a miért pont én kérdések igazából megjelenhetnek a mindennapjainkban. Hogy miért pont velem történik ez, miért nekem kell megcsinálnom ezt a feladatot, nem? Tehát amikor én egy ilyen szolgálati feladat, akkor én nem mondom azt, hogy mindig, de azért előfordul, hogy lát, tapasztal ilyet az ember úgy a környezetében. Tehát az a tipikus áldozatszerep, hogy mindig más, vagy mindig más csinálom, már én annyi mindent csináltam az Isten művében, nem? Akkor most akkor legyen más is, vagy értitek? Tehát ez a lelkület volt a tanítványokban, ott 3,5 év után az utolsó vacsorán. Szóval nekem ez számomra teljesen döbbenetes. És még most szeretném azt megkérdezni, hogy vajon lehet-e ezt még fokozni? Tehát érzitek, hogy így az olló nyílik, hogy Jézus ott van, egy megterhelt lelkülettel, a szenvedéseknek a kapuján a tanítványok meg teljesen ilyen állapotban vannak, ahol a hiúság, a sértettség, a közömbösség, a szeretetlenség, az együttérzés hiánya nyílik ki tényleg az embernek így az olló, így ahogy látja maga előtt, hogy teljesen más a két csapásvonal, és hogy lehet ezt még fokozni. Tudjátok, mit ír le Lukács evangélium 22. fejezet, 21. verse? Támad pedig köztük a versengés is, hogy ki tekinthető köztük nagyobbnak. Értitek? Tehát itt szó nincs arról, hogy valaki megmossa valakinek a lábát. Hát ilyet biztos, hogy nem. Ez egy alávaló munka, csak a szolga végzi el. A versengésnek a tárgya nem más volt, mint az a elképzelésük, aminek szerettek olykor helyet vagy szint adni, az volt, hogy ugye Jézus, tehát ő a király, ő majd elhozza az Isten országát ide a földre, legyőzi a rómaiakat, és hogy majd ki lesz legközvetlenebbül mellette. Tehát a versengésnek a tárgya ez volt, hogy ki üljön Jézus mellé. Érzitek ennek a történetnek a súlyosságát? Vagy nekem annyira mellbevágó volt, hogy ezt a versengést még Jézus jelenlétében is folytatták. Mikor a tanítványok beléptek abba a helységbe, amelyben a vacsorát meg akarták enni, szívük tele volt haraggal. Júdás nyomakodott legközelebb Jézushoz, és Jézus bal oldalán telepedett le. János ült Jézus jobb oldalán, Júdás eltökélte, hogy elfoglalja a legmagasabb helyet, és Jézus melletti helyet tartották a legmagasabb, legkiválságosabb helynek. Erre pályázott Júdás az árulóba. Tehát ez volt itt a versengésnek a fő tárgya, hogy minél közelebb férkőzni Jézushoz. Hogy majd a hatalom, amit ő átvesz, hogy abban minél hamarabb, minél közvetlenebbül részesülhessenek. És tényleg itt számomra annyira mélyen megérintett ez a történet, hogy Jézusnak még hova kellett elvinni ezeket a tanítványokat, milyen mélységet kellett még nekik megmutatniuk, értitek? Hát ott van Jézus, aki erre az együttérzésre, normál emberi logikával is vágyott, vagy vágyhatott, én biztos vagyok benne. És akkor még mindig volt egy leck, amit még nem tanultak meg a tanítványok. Még nem az, hogy ő kapjon valamit Jézus, ő sose vált el senkitől semmit, de azért jól esett volna neki. De ennek ellenére mit csinált? Még ő ad valamit, nem? Van be Vörös Sándornak ez a 8 soros vers, ez nagyon szemléletes számomra, hogy én is világot hódítani jöttem. Teljesen emberi gondolkodás. És magamat meg nem hódíthatom. Csak ostorozhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom, és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék, de jaj, szolga se kegyben az Isten, és uraktól nyüzsög a végtelenség. Kedves testvérek, mit csinált Jézus ebben a történetben, ebben a megtörtént valóságban? Ott volt Jézus, ott voltak a tanítványok. Hogy olvassuk a 4.-5. verset? Felkelt a vacsorától, leveté felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdté mosni a tanítványok lábait, és megtöleni a kendővel, mellyel körül van kötve. Jézus még itt az utolsó vacsorán is megtette azt, amit meg kellett tenni. Mi játszódhatott a tanítványok szemében? Ez a, hogy ó, bárcsak ne Jézus tenném, azonnal megtenném helyette, nem? Hogy most megtörtént ez az esemény, ez teljesen megalázó, megszégyenítő, hogy a mester mossa a tanítványok lábát. Hát ez nem lehet így. Még Péter az, aki mondja, hogy
hogy engem bizony meg nem mosol, és akkor Jézus mondja, de akkor semmi közöd én hozzám. Tehát itt egy más mélységű üzenet is megjelenik még, de tényleg, hogy mi folyik itt, hogy most a Mester, Jézus mossa mi lábunkat, hát ez egy összeférhetet. Ez egy rabszolga dolga. Nem? Tehát, hogy ez egy hatalmas kontraszt, amit itt láthatunk, hogy az óra, ez a szétnyílt óra, hogy fog újra összeérni. Nekem Jézusnak a tényleg példaértékű, hogy ő mindig úgy feddett, sokszor szavak nélkül is feddett, nem? Ez is egy ilyen mozzanat volt, hogy itt azért egy finom dorgálás is megjelenik a tekintetével, a cselekedeteivel, hogy a tanítványoknak a szívére így rá simogatott, hogy ezt lehet, hogy kicsit máshogy gondoljátok, kicsit lehetne ezt másképp is tenni, vagy más lelkülettel itt lenni. Értitek? Tehát egy ünnepi vacsora volt, és az ő szívük mással volt tele, haraggal, féltékenységgel, sértettséggel, közömbösséggel. De Jézusnak ez az apró cselekedete kinyitotta sokaknak a szívét, hogy tudjuk, hogy nem mindenkinek, mert Júdás még jobban megkeményedett, hát itt nem egy földi királyról van szó, aki ilyen rabszolgai formát végez el, aztán el is ment és el is árulta őt. Ezért sokak szemét kinyitotta Jézus. Ez a keserű szégyen és megaláztatás, ez egy picit azért betöltötte az ő lelküket is. És megértették Jézusnek ezt a mozzanatát, hogy miért is cselekedte ezt. És nekem az a 13. fejezet első vers, ami még pulcsot ad a történetnek a megértéséhez, hogy tudván pedig Jézus, hogy eljött az óra, hogy átmenjen a világból az Atyához. Tehát, hogy ő tudta, hogy honnan jött és hová megy. Sokszor nekünk is tudatosítanunk kell magunkban, hogy hova tartunk. Jézus tudta, hogy hova tart. Tehát ő az Atyához tartott. Ő az Istennel való közösségre vágyott, és neki semmi nem volt, ami ezt úgymond gátolhatta volna. Tehát, hogyha egy rabszolgai munkát kell elvégezni, örömmel és szeretettel. Jézusnak ez volt mindig a lelkében, mert ő tudta, hogy hova tartott. A másik gondolat, hogy ez is olyan szép, hogy még ennek ellenére is mit olvashatunk, hogy a tanítványok ilyen lelkületőek voltak. Jézus azt mondja az írás, hogy mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Igen, az utolsó pillanatban is, mikor egy kis szeretetre és együttérzésre vágyott ő, akkor sem magára tekintett, hanem a tanítványaira. Értitek ezt a mozzanatot? Nagyon, nagyon szép szerintem, hogy itt Jézusról megnyilatkozik az ige. Hol szeretném felolvasni még a 13. fejezetből, a 12-től egészen a 17. versig, ezek már a záró gondolatokhoz fognak kapcsolódni. Tehát a történetnek a végét is, mert itt is nagyon sok tanulságot levonhatunk. Itt azt olvashatjuk, hogy mikor azért megmosta azoknak lábait, és felső ruháját felvette, újra leülvén mondta neki, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és Mester, megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnatok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy miképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Jézus megkérdezi a tanítványoktól, értitek ki, hogy mit cselekedtem? És utána hozzátesz, hogy mert példát adtam néktek. Egy utat mutattam néktek, én most elmegyek az Atyához, helyet készítek nektek. De egy utat mutatok, egy példát, az eredeti görög szöveg az úgy hangzik, hogy hipodeigma, tehát ebbe beletartozik az is, hogy egy típust, egy mintát, egy modell, de nem olyan modellt, ami egyszer elromlik, ez az egyetlen járható út, ez az egyetlen járható minta, amit lehet követni, aminek értelme van. Jézus egy ilyen példát hagyott nekünk. És még ebben a mondatában az is benne van, hogy ő utalt arra, hogy ő elmegy az Atyához, hogy igazából egymásra bízott bennünket. Nem? Tehát a tanítványait, Jézus a tanítványait egymásra bízta. Nyilván aki a Szentlélekével találkozik, annak egy sokkal jobb lehetőség van erre, hogy ezt gyakorolhassa. De a lényeg az, hogy egymásra lettünk bizatva. És sokszor olyan nehéz látni, hogy gyülekezeteinkben is előfordul az, hogy,
előkerül egy vitás kérdés, mert azért Sátán azért tud olyan helyzeteket, témákat felhozni, ami úgy megbotránkozást okoz némelyikben, és előjönnek ezek a vitás kérdések. Olyankor kell szerintem erre a történetre is gondolnunk, amikor ilyen helyzetek állnak elő, és tudjátok, Pál apostol azt mondja, hogy nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk. Ez is egy olyan ige, amit szerintem fel lehet nézni a legtöbb gyülekezetnek a bejárati ajtajára, tehát, vagy nem is tudom, hogy mert akkor jön el az Isten ország, amikor az emberek, azok az emberek, akik hiszik a Krisztusnak a nevét, akik az ő parancsolatait megtartják és a bizonyságtételeit követik, azok egységben, egy akaraton együtt vannak, ahogy apostolok cselekedetében olvashatjuk. Tehát erre van szüksége a világnak, hogy olyan keresztények, olyan emberek, olyan hittestvérek találkozzanak, akik szeretik egymást, őszintén szeretik egymást, akik, hogyha előjön egy konfliktus helyzet, tudnak őszintén szeretettel beszélgetni, esetlegesen bocsánatot kérni egymástól. Ilyen keresztény emberekre van szükség, nem olyanokra, hogy olyan kérdéseket tesznek fel, mint a tanítványok, hogy én tegyek valamit a másikért. Hát nekem biztosított helyem van az Isten országában, nem? Azért zsidók gondolkodtak így. De napjainkban is előfordulhat ez a gondolkodásmód, hogy én tegyek meg a másikért valamit. Azért, aki tegnap engem hátba szúrt, nem? Szokták mondani az emberek, majd ha hagy, vagy ha belehalok sem. És tudjátok, hogy mi a félelmetes ebben a mondatban, hogy sokszor meg is valósul ugye az emberi szív, így válik keményé, így fagy meg az emberi szív a másik ember, a másik hittestvér iránt. Példát hagytam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Hát én tényleg azt kívánom, hogy ez a történet, hogy még minél mélyebben engem annyira megérintett, mikor készültem erre a történetre, nagyon tényleg, hogy Jézusnak látni az életét, csak ezt a pici szakaszát is, hogy még amikor egy kis együttérzésre a nagy küzdelemnek a végső pillanatai előtt ott van, és még akkor is valamit adott az ő tanítványainak, adott nekik valami értéket, amit tudnak majd később a gyakorlatban hasznosítani. És ezeket szeretném, ezeket a gondolatokat a szívetekre helyezni, hogy tudván Jézus, hogy eljött az órája, hogy átmenjen a világból az Atyához. Hogy tudatosítsuk magunkban, hogy mi milyen időben élünk, és hogy van-e annál fontosabb, hogy egymást szeressük. Nyilván az Isten szeretetéből fakadóan tudjuk ezt az egészet követni, mert sokszor ez is nem érhető az embereknél, hogy amilyen kapcsolatban van az Istennel, az tükröződik az embertársaival való kapcsolatra. Értitek? Tehát ezért szól így a nagy parancsolat, hogy szeresd az te uradat, a te Istenedből, Istenedet teljes szívedből, elmédből és lelkedből, tehát minden téren, mert ebből fakad a második is. Hogyha ez az első nincs meg, nem szemléljük Jézust, akkor a második nem tud megvalósulni, mert az emberi természet ellentétes ezzel az üzenettel. Ez az egész, hogyha példázni szeretnénk, hanem szükséges az, hogy ebbe a világba, az uraktól hemzsegő világba legyenek ilyen szolgák, akik ezt a gyilkos kört megtörik. Tudjátok, ez olyan, mintha néztek egy gyufát, egymásban egyetlenül gyufákat, és ha csak az egyiket lejjebb húzzuk, az tűz szépen végig, aztán megakad, és nekünk ilyen embereknek kell lennünk, akik ezt megakasztják, hogy ne legyenek ezek a sértett önzésből fakadó érzések az emberben. Ilyen emberekre van szükség, akik felmerik vállalni azt, hogy Jézust követem, nekem a legmegalázóbb munka is örömteli, mert én tudom, hogy hova tartok a mennyei Atyához. Azt mondta Jézus, mert példát adtam néktek, hogy miképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjétek. Én ezt a szemléletmódom kívánom mindannyiunknak, és tényleg ez a történet jusson eszünkbe akkor, amikor a legkritikusabb az életünkben egy bizonyos helyzet. És bátorításul ezt Jézusnek ezt a szavát szeretném utoljára mondani. Azt mondta Jézus a 13. fejezet 17. versében, ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Én ezt kívánom mindannyiunknak. Amen.